elmúlt években egy fantasztikus trend indult el a kertbarátok körében, miszerint különböző virágokat, dísznövényeket vetnek, illetve ültetnek haszonnövények köré közé. Hogyha itt most egy picit körbenéznek majd, akkor láthatják, hogy lényegében egy tálca fantasztikus, mosolygós, gyönyörű szép narancsárga virággal vagyok itt, ez a Calendula officinalis, a körömvirág, és hát tökök, citromfüvek, paradicsomok, rebarbarák társaságában, tehát különböző zöldség, gyógy és fűszernövények társaságában vagyok itt, hiszen ez nem csak egy dísznövény, hanem egy gyógy és fűszernövény is egyben. Ugye tudjuk, hogy gyulladás csökkentő hatása van, azt gondolom, hogy ezt a legtöbben rögtön el tudjuk mondani ugye a körömvirágról. És hát igazából, hogyha visszamegyünk a nagymamáink kertjébe, ha megnézzünk ilyen vidéki, idilli, romantikus kerteket, megnézzük azokat a külvárosi kerteket, ahol a korábbi években vagy évtizedekben adott esetben megfordultunk, akkor azt gondolom, hogy a legtöbb helyen találkozhattunk a körömvirággal, és hát hogyan? Többnyire nem rendszerbe kiültetve, mint mondjuk például a muskátlit, vagy a fuchsiát, vagy éppen a begóniát, vagy a petúniát, hanem többnyire a haszonnövények egyébként rendezett soraiba, tehát a bab, a bokorbab, a borsó, a kukorica, a tök, vagy éppen a paradicsom, vagy a szőlőkordon közé csak úgy be volt vetve, és ez adott az egész haszonnövény ágyásunknak egyfajta látságot, egyfajta vidéki romantikát. Tehát én azt gondolom, hogy aki úgy gondolja, mint én, illetve a legtöbb kertbarát az elmúlt években, hogy az éles határvonalat, amely a dísznövények és a haszonnövények között eddig volt, szeretné ő is lágyítani, az bátran alkalmazza a körömvirágot. Nem csak intenzív kertekben lehet, hanem előkertekre, utcafrontokra is, hiszen fantasztikus módon képes megújulni, képes elviselni a port, a smogot, vagy éppenséggel a szárazságot. Ami nagyon jó hír, hogyha ezt egyszer palántáról elültetjük, mint például mondjuk tavasz végén, vagy éppenséggel nyár elején, tehát már begyökeresedett palántát vásárolunk, akkor utána ez el fogja majd szórni a virágait, illetve el fogja majd szórni a magjait, és a következő évben fantasztikusan meg fog újulni, tehát lényegében magról önmagától megújul. Érdemes megpróbálkozni vele.